Négy nap múlva szombaton emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára. Az ünnepségek a szokásoknak megfelelően már 22-én délután 14 órakor elkezdődnek a Műegyetem emlékművénél, majd pedig a Műegyetemen, és szintén a szokásoknak megfelelően este a BEM téren érnek véget. A 23. ünnepnapon reggel 9-kor tisztelgünk az ünnep előtt a Kossuth téren zászlófelvonással, és egész nap látogatható lesz az országgyűlés épülete. Az megemlékezések és az ünnep csúcspontja, legfontosabb rendezvénye a 15 óra 30 perckor rendhagyó helyszínen kerül megrendezésre, hiszen az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út találkozásánál kezdődik majd az az ünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr mond beszédet. Ezzel egyúttal emlékezünk nem csak a 65. évfordulóra, hanem a 15 évvel ezelőtt az 50. évfordulón elkövetett atrocitásokra is, amikor a békésen emlékező és ünneplő tömegre brutális rendőratakot küldött rá az akkori kormányzat. A rendszerváltás utáni legszégyenteljesebb politikai akcióról beszélhetünk, erre is emlékeznünk kell. Csatlakozni fog az ünnepséghez a 14 órakor a Műegyetemtől induló békemenet, ennek a feltételeit természetesen a helyszínen megteremtettük, mint ahogy az operatív törzs a mai napon elfogadta azt a biztosítási tervet, amely lehetővé teszi és egyértelművé teszi, hogy békés és konszolidált körülmények között tudunk emlékezni és ünnepelni október 23-án.